előre látom a kommenteket, hogy jó, tényleg, hát azért voltál ismerős. Véget ér Magyarország legrégebb óta futó sorozata, sőt, igazából a világon a harmadik legrégebb óta futó sorozat, ez pedig a Barátok közt. Többen, kevesebben tudjátok, szerintem többen, aki nem, annak meg most elmondom a meglepetést, hogy én annak idején 3 évig tagja lehettem ennek a fantasztikus családnak, 2009-től 2012-ig, amikor is Bokros Linda karakterét alakítottam, ugye Barta Zsolt és Gizi lányát. Nekem még ilyen Barátok köztös kulisszatitkos videóm nem volt a csatornámon, hiszen ez a múltam egy darabja, amit mélyen őrzök a szívemben, és nagyon-nagyon szerettem csinálni, és életem egyik legmeghatározóbb és legjobb 3 évéről van szó, de nem gondoltam, hogy erről különösebben most itt beszélnem kéne. Most viszont, hogy véget ért a sorozat, azért mindenkiből előhoz emlékeket, és ki hogy búcsúzik tőle, na én most így szeretnék búcsúzni, hogy jól kibeszélem az egészet. 2009-ben kerültem be a sorozatba casting útján, ugye a sorozat minden ősszel és minden tavasszal tartott úgynevezett castingokat, amikor is nem kifejezetten karaktert kerestek, hanem olyan embereket, akiket aztán majd úgymond így felvesznek egy hatalmas nagy adatbázisba, hogyha majd valamilyen karaktert keresnek, akkor elég már ahhoz az adatbázishoz nyúlni, és akkor onnan szépen ki tudják választani azt, hogy kire van szükség, vagy legalább szűkíteni a kört. Azon a napon 110-valahányan voltunk ott, csak 14-től 18 éves fiatalok, és nagyon korán reggel odaérkeztünk, hogy sorszámot húzzunk, hogy ne kelljen egész nap várni. Na és lényeg, hogy megkaptam a jelenetet, bementem utána a casting szobába, ott előadtam a hölgyel, akivel kellett, és a második mondat után belesültem, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, én inkább kimegyek, engem az innen érdekel, és valami, nem tudom, csoda folytán, vagy látta lehet a hölgy, hogy azért ennél több van bennem, és hogy valószínűleg csak nagyon izgulok, adott egy másik jelenetet, és azt mondta, hogy figyelj, ülj le, ezt nyugodtan olvasd át, tanuld meg, és hogyha megvagy, akkor soron kívül gyere vissza, és akkor rögzítsük. És akkor ez is történt, elolvastam, átvettem a jelenetet, akkor ugye már tudtam, hogy mire számítsak, úgyhogy nem izgultam annyira, bementem a szobába, ahol csak ez a hölgy és a kamera, ugye egy szemtől szembe kamera volt ott, és elkezdtem előadni a jelenetet, és a második mondat után kb. Vagy a harmadik, azt mondta a nő, hogy jó, köszönjük szépen, ez megvan, ez nagyon jó. Úgyhogy utána felvették velem ugye a teljes jelenetet, és így történt az, hogy azon a napon 7 lány és 8 fiú, vagy fordítva 8 lány és 7 fiú bekerültünk ebbe az adatbázisba, ami ugye még semmit nem jelent, tehát hogy igazából lehet, hogy fel fognak hívni egy hét múlva, hogy egy másodperc erejéig legyél pizzafutár, és az is lehet, hogy soha az életben nem hívnak fel, és az is lehet, hogy rá pár hétre csörög a telefon, és azt mondják, hogy egy főszerepről van szó, de hát erről azért álmodni sem mert az ember. És azt hagyd szögezzem le, hogy akkoriban nem volt Facebook, nem volt semmi, iViv volt, meg MyViv volt, de hogy így, tehát nem okostelefonnal mászkáltunk, tényleg a tévét nézték az emberek, és akkoriban 2,5 milliós nézettsége volt ennek a sorozatnak, tehát legalább minden 5. vagy 6. ember nézte a Barátok köztöt. Tényleg téma volt a suliba, mi is néztük anyáikkal, tudod, ez a Barátok közt is utána alvás, tehát nagyjából így nézett ki nálunk is az este, és hát soha nem gondoltam volna, hogy majd én ebbe a sorozatba bekerülök, tehát hogy ez így önmagában tényleg semmit nem jelent, hogy úgymond bekerülsz abba a rendszerbe, nyilván jó, meg tök ügyes vagy, de ennyi. És eltelt 2 vagy 3 hét, és csörgött a telefon, és azt mondták, hogy egy főszerepről lenne szó, többen vagytok lányok, 4-en vagy 5-en vagytok lányok, úgyhogy egy többkörös castingra hívunk be most téged, és akkor onnan kiderül, hogy akkor bekerülsz a sorozatba. Elmentünk a castingra, ott volt, az egyik nem jött el, úgyhogy rajtam kívül 3 viszonylag magas, szőke, kékszemű leányzó, és ott voltam én, alacsony, barna lány.
nem tudtad, hogy igazából kit kell alakítani, halványilag gőzöd nem volt arról. Tehát én csak jóval később tudtam meg, hogy az előttem Opitz Petra játszott ugye a Linda karaktert, és ezt az Opitz Petrát kell majd nekem leváltani, ami ugye egy sokkal nehezebb dolog, mert a néző hozzászokik már valakihez, és akkor tudod, így jön a leváltó személy, és az olyankor aztán tényleg kap hideget, meleget. És amikor lement ez a casting, akkor mondta Kalamár Tamás, aki ugye a sorozatnak az atya, és ő válogatott be igazából minden karaktert, meg ő felelt a produkcióért, a sztoriért, és nagyjából mindenért, illetve hát még sokan mások ott voltak akkor a casting szobában, elég ijesztő volt, és ő mondta azt, hogy jó, nem tud dönteni köztem és egy másik lány között, úgyhogy lesz még egy casting, amikor már megérkezünk stúdióba, szépen, rendesen a szereplőkkel, előtte smink, előtte jelmez, mindent kapunk, tehát úgy, mint a nagyok, tudod, elő kell adni magunkat, és akkor így, hó, zapszem a segbe, tudod, picit így megrémülsz tőle, de hát csinálod, és elérkezett ez a nap is, hát teljes extázis, tudod, hogy én bemehettem abba a stúdióba, amúgy emlékszem, hogy csalódás volt a díszlet olyan szempontból, hogy ugye a tévében minden olyan nagynak tűnik, mondjuk én is, de hogy azért a stúdió életben tényleg díszlet, tehát hogy nem létezik a Rózsa kávéház, amikor így kérdezik, hogy tudnánk valamikor elmenni mi is inni valamit a Rózsa kávéházban, tehát ott statiszták ülnek, és ez egy díszlet. Igen, ilyet nagyon sokan kérdeztek tőlem. Sőt, olyat is kérdeztek, hogy egyébként mi ott lakunk, és akkor így hétvégén te hazamegyünk, de ugye akkor az a mi életünk, tudod, mint egy ilyen valóságshow, szóval durva. És eljött ez a nap, a Kardos Eszterrel és a Barna Zsombival volt jelenetünk, nekem is, és a szőke másik lánynak is. Természetesen ott is belesültem a szövegbe, ráadásul egy nehéz jelenet volt, mert sírni kellett, hát kösz, életemben nem csináltam még ilyet, de valahogy azért csak-csak ment, és hát ugye az egész stáb ott volt, tehát kapásból három kamerás, a rendezőasszisztens, bent a vágók, akkor aki tartja a puska mikrofont, a díszletes, a kellékes, rengetegen vannak egyébként egy ilyen forgatáson, szóval nem is gondolnád azt, hogy így hányan körbevesznek olyankor. Először a Csajci ment be, és ugye nem is láthattam, hogy ő mit csinál, kijött, utána bementem én is előadtam magam, kijöttem, oda jött Kalamár Tamás, átkarolt, és kérdezte, hogy szeretnél bekerülni ebbe a sorozatba, és mondtam, hogy igen, nagyon szeretnék, minden vágyam, és csak így vigyorgott, és bement a casting szobába, és behívta a lányt, aki előttem volt. Hú, mondom, mit mondhatnak? Egy perc volt, kijött a lány, és láttam, hogy szomorú. És akkor odaszólt az apukája, hogy gratulálok. És így néztünk össze anyáikkal, hogy nem, mi? És akkor bementem a casting szobába, leültem, és akkor azt mondta Kalamár Tamás, hogy tiéd a szerep. És akkor én így annyit tudtam mondani, 15 évesen, telegátlásokkal egyébként, és teljesen megriadva ettől a közegtől jó értelemben, hogy ha most lehetne sikítanék. Ennyit tudtam kinyögni a számon, úgyhogy teljes mértékben megváltozott az életem. Ja, és még itt sem tudtam, hogy egyébként kit fogok alakítani, tehát ez utána derült ki. Találkoztam a sajtóssal, meg annyi emberrel, 100 nevet meg kellett jegyezni, mi hogy van. Felkészített minket a sajtós egyébként arra, hogy majd, ha 2,5 hónap múlva te képernyőre kerülsz, mert hogy annyi eltolás van a felvétel és a képernyőre kerülés között, akkor újságírók hadai fognak ott állni a sajtótájékoztatón, és szét fognak konkrétan szedni téged mindenféle interjúkban. Tatabányán egy sima gimnáziumba járok, Bárdos László gimnázium, ott most 10-es vagyok. Mindenki nagyon segítőkész, bármilyen kérdésem van, szívesen válaszolnak rá, úgyhogy szívesen fogadtak, és úgy érzem, hogy most már sikerült beilleszkedem. Be vagy dobva a mély vízbe, és igazából úsz, tehát színészetet nem tanulsz. Van egy beszédtechnika tanár, de hogy aki nyilván sokat segít, de hogy így igazából magadnak kell nagyon-nagyon sok mindenre rájönni, legfőképpen az életre. Egyik napra a másikra megváltozott az életem, ugye én akkor 9-es voltam egy tatabányai gimnáziumban, és onnantól kezdve magántanulóként éltem a mindennapjaimat, és nagyon nehéz volt ez az átállás. Tehát amennyire izgatott voltam, és amennyire imádtam ezt az egészet, azért megbirkózni lelkileg az iskola terhével, mellette a sorozattal, ami egy teljes
munkaidős dolog, tehát hogy nem arról van szó, hogy én elforgatgattam. Nem volt egyszerű, nem volt egyszerű az sem, hogy egyik napról a másikra nagyon-nagyon sokan megismertek, és nem volt egyszerű egyébként beilleszkedni a társaságba sem annyira. Voltak, akik nagyon-nagyon jól fogadtak, és voltak, akik szerintem kevésbé. Mindenféle konfliktus van egyébként egy televíziónál, tehát hogy így egy dolgot tudok mondani a tévéről, és ezt az egyik kollégám fogalmazta meg annó nekem, hogy ez az egész tévé, mint objektum, és minden, ami ott benne történik és zajlik, olyan, mintha a föld felett egy méterrel lebegne, és teljesen más szabályok érvényesek ott, és teljesen más erkölcsi normák alapján kéne viselkedni, mint ahogy a való életben. És ez így egy 15 éves fejjel azért, hát beletörik néha a bicskája az embernek, és mindennek ellenére imádtam. Igen, nehéz volt az eleje, de utána, akik esetleg fenntartással fogadtak, vagy bármi, nem tudom, konfliktusom volt velük, igazából megbékéltek velem, és mindenkivel nagyon jól kijöttem, és onnantól beszélhetünk arról, hogy ők a második családom, és ez tényleg így volt, hiszen a legtöbb időt velük töltöttem, nem beszélve a fiatalokról, ugye Barna Zsombi, Bozsek Márk, Aradi Balázs, Nyári Dia. Mi így nagyon sokat lógtunk együtt, tehát szinte majdnem minden nap egymásnál aludtunk, legjobb barátok voltunk, együtt voltunk állandóan, tehát az osztálytársak helyett is úgymond ők voltak az én kis közegem, és ez így nagyjából szerintem ők is ezt mondhatják el így rólunk, vagy egymásról, hogy tényleg ez olyan, mint egy, hogyha mi találkozunk, az tényleg olyan, mint egy második osztály találkozó, vagy legalább olyan erős. Úgyhogy mi nagyon-nagyon jól kijöttünk, de ott volt ugye Rami. Tudod, hogy nem akarok veled beszélni? Csak azért jöttem, hogy összepakoljam a cuccom. Vibanc. Edina, Csekka, Kardos Eszter. A nagyobb megjavazott neki, na, ehhez mit szólt? Tehát nagyon-nagyon sokan, akikkel így nagyon jól kijöttünk, vagy Erkárpáti Péter, akivel rengeteget mentünk fellépni, mindenki apának szólítja a mai napig, mert hogy annyi gyereke volt a sorozatban, hogy sose tudta, ki a gyereke, és akkor így ráragadt, hogy apa. Úgyhogy rengeteg élmény, és rengeteg tapasztalat, amit szereztem, és rengeteget tanulhattam a színészektől is, és leginkább magamról is ez alatt az évek alatt. Mindenek ellenére, tehát engem annyira vitt ez előre, és annyira szerettem csinálni, hogy gondoljatok abba bele, hogy emellett a teljes munkaidős állás mellett leérettségiztem, megcsináltam egy emelt szintű érettségit, megszereztem a jogosítványomat, lenyelvvizsgáztam, és volt olyan nap, hogy reggel 7-kor felkeltem, elmentem vonattal forgatni, leforgattam, ugye agyban legyél, ott leforgattad, visszamentem iskolába, megírtam a dolgozatot, mert én bejártam dolgozatokat írni, nem az volt, hogy majd vizsgázom fél évkor, mert az így nem annyira lett volna egyszerű, mert akkor nyilván tojok bele, aztán majd akkor meg csipkedhettem volna magam, próbáltam tartani a lépést, tehát azokon a napokon is, amikor nem forgattam, én bejártam suliba. Tehát visszamentem iskolába, újra vonatra ültem, bementem a stúdióba, leforgattam, majd utána megint haza Tatabányára, tehát négyszer vonatoztam egy nap, simán volt ilyen, és nyilván apukám például nagyon-nagyon nagy segítségemre volt, mert az első másfél évben minden egyes alkalommal ő felvitt autóval, mert féltette a kislányát. Úgyhogy ez hatalmas segítség volt, az iskolából pedig volt egy Kata nevű, illetve van egy Kata nevű barátnőm, aki akkor az összes jegyzetével állandóan rendelkezésre állt, kicsit tanárom volt egy az egyben, tehát hogy magántanulónak lenni nem annyira jó, sőt, rossz. Tehát, hogy így senki nem segít abban, hogy megtanuld a tananyagot, ezt neked egyedül kell pótolni, esetleg magántanárok segítségével. Hányszor volt olyan, hogy bent matekoztunk, és éppen a nem tudom, pénzügyes Rita segített nekünk ott a diával, hogy ezt vagy azt hogy kell kiszámolni, szóval na, nem egyszerű a történet. És hát a másik pedig az, hogy oda tartozol, suliba már annyira nem, és azért kezded azt érezni, hogy ez a többieknek böki a csőrét suliba. Tehát amikor, tök emlékszem, hogy volt egy ilyen beszélgetés, hogy és ti mit csináltatok pénteken? És akkor elmondták, hogy ja, hát elmentünk a nagymamához, aztán tanultam, aztán találkoztam a többiekkel lent a játszón, vagy titokban megittunk egy jégert, vagy akármi, én meg azt mondtam, hogy a Viva Kometen buliztam a nem tudom, akkori menő Lola, vagy valami, tudod, ilyen nagy névvel, és akkor néztek az osztályba, hogy mennyire fölvágok, és közben meg nem felvágtam, csak velem ez történt.
ilyenkor nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy egy gyerek hogy éli meg a hírnevet, és egyébként én azt mondom, hogy mindenkinek előírnám, aki a médiában dolgozik, vagy legalább gyerek, és úgy dolgozik a médiában, hogy foglalkozzon vele pszichológus, mert ez nem normális, úgymond, amit olyankor megérsz, és ezzel igenis foglalkozni kell. És ugye csináltam a sorozatot, viszont az történt, hogy a testem elkezdte így feladni ezt az egészet, és nem bírtam, és azt éreztem, amikor érettségi előtt álltam, hogy jó, akkor most vagy itt maradok, és kockáztatok, és ki tudja még meddig megy ez a sorozat, hiszen már akkor is azt gondoltuk, hogy már 10 éve megy, hát hova tovább? Hát ugye állandóan benne volt az, hogy ki tudja, mikor lesz vége, pedig ugye nagyon jó számokat produkált, de hogy ki tudja. És akkor viszont lesz a kezemben egy közepesen rossz érettségi, nem megyek tovább tanulni, de hogy mi lesz. Vagy ott hagyom a sorozatot, elmegyek tovább tanulni, és akkor majd lesz valami. És éreztem azt, hogy egyébként nagyon elfáradtam, és akkor jött ki egyébként a pajzsmirigy betegségem, az inzulin betegségem, és minden egyben. Szóval szerintem én akkor annyira túltoltam, túlfárasztottam magam ezzel a kettős élettel, nagyon-nagyon fiatalon, hogy úgy éreztem magam 18 éves koromra, mint egy ilyen 40 éves, elvált, kicsit kiégett, elfáradt ember. Ez tényleg, tehát ez egy gyártás, tényleg egy gyár, egy filmgyár. Erre így kell gondolni, ahol pörög ezerrel az élet, tehát egy jelenetre 20 perc van. Volt egy úgynevezett búcsúztatóm, mindenkinek van egy ilyen kis búcsúztatója, és általában az volt, hogy a sminkszobában többen összegyűltünk, nem csak azok, akik éppen bent vannak, hanem azok is bejöttek, akikkel jóban van, és akkor ott együtt adtunk valami kis ajándékot, fotóalbumot, akármit, és örülünk, hogy itt voltál velünk. És képzeljétek el, hogy az én búcsúztatom, az úgy történt, hogy azt mondták, hogy ne lessek. Mondom, jó, nem lesek. És mondták, hogy Kitti, gyere légy szíves a stúdióba, egyszer utoljára így a hangos bemondón. És bementem a stúdióba, és a Rózsa kávéház volt akkor éppen ott dolgoztak, ugye akkor leállt a forgatás, és az összes kollégám nagyjából, az összes stábtag és mindenki egy nagy körbe állt, és tapsolt mindenki, hogy bementem. Hát én úgy elkezdtem zokogni, hogy úristen. És akkor ott a Kalamár Tamás mondott egy pár szót, és ő egyébként korábban így nem emlékszem arra, hogy valakire ki mondott volna ilyet. Pár szót, vagy valamit. És mondta, hogy nagyon-nagyon értékes kollégát veszítünk el, nagyon sajnálja, és hogy én mindig csak a pozitivitást hoztam, és hogy tényleg soha semmi miatt nem nyavajogtam, és hogy nagyon alázatos voltam, és ilyen kis dicsérő szavak. És utána mondta, hogy akkor most mindenki búcsúzzon el egyesével, és akkor odajött a Rami, ő volt az első, és akkor teljes, tehát ott már tőle az igazi hüppögő zokogás, úgyhogy így megtörtént a búcsúztatom, és ezzel véget ért számomra 2012-ben egy korszak. Amikor abba hagytam a sorozatot, mondtam, hogy én már nagyon fáradtnak éreztem magam, és képzétek el, hogy annyira erősen előjött ez a pánikbetegségem, és a fáradtság, és minden, hogy, ja, meg félrekezeltek arcideg zsábával, csak pedig egy fogam volt rossz, de mindegy. Tehát félrekezeltek, gyógyszereket kaptam, depressziós voltam, hazaköltöztem a kisvárosba, ahonnan egyébként nyilván minden gyerek ki akar törni, hogy ő a szülővárosából kitörjön, tehát 10x éves korodban önálló fizetéssel rendelkezel, saját magad osztod be az idődet, albérletben laksz, mert hogy egyébként már ilyen 17 évesen béreltünk egy albérletet, hogyha későn végzek, ne kelljen vonatozni, vagy ha reggel korán megyek, akkor ugye fent tudjak aludni, tehát úgy érsz, mint egy felnőtt, és újra visszacsöppensz egy ilyen gyerekes létbe, ráadásul még atomdepressziós vagy, és ki is vagy merülve. Nem hazudok, én fél évig nem tudtam szinte kikelni az ágyból. Tehát a tévé előtt töltöttem azt az időt fekve, és valahogy bejártam a suliban, meg megcsináltam ugye a teendőimet, tényleg, mint akinek a fogát húzzák, és feküdtem is vissza, és aludtam. És akkor jött el egyébként az a pont, hogy akkor elmenjünk pszichiáterhez, ide-oda, nézzük meg itt a dolgokat, és mellette kiderült ugye a pajzsmirigy, az inzulinrezisztenciám, és minden, úgyhogy így borult mindent, hogy csőstüljön a baj, úgyhogy szépen aztán kilábaltam ebből, és felvettek a BKF-ra, most a Metropolitan Egyetem, ahova is ugye elmentem televíziós műsorkészítőnek gondolván,
tudod, hogy na hát akkor én majd így visszatérek a tévébe, ott rám majd mindenki emlékezni fog, de hát ezt a sztorit már sokszor meséltem, és akkor minden tök jó lesz, csak ugye ez nem így alakult, közben ugye lett olyan közösségi média, meg azért csak egy gyerek szereplőként távoztam, tehát sokkal egyszerűbb dolga van annak, aki ott nő fel, és felnőttként távozik, vagy akár most távozik, mert x százezren, több ezren követik a közösségi médián, és nem felejtődik el. Én viszont ugye teljes mértékben akkor így jártam, és akkor jöttem rá az egyetemen, hogy nekem mindent előről kell építeni. Tehát, hogy vajon jó döntést hoztam, hogy ott hagytam a sorozatot, vagy nem. És én nagyon sokáig azt gondoltam, és vannak napok, amikor még most is azt gondolom, hogy nem kellett volna még akkor ott hagyni, de közben meg ugye ilyen tüneteim voltak, tehát nyilván az egészség az első, és azt gondolom, hogy nem baj, tehát ez is egy lecke volt az élettől, újra kellett akár a YouTube csatornámat, akármit, saját magamat lelkileg, belsőleg építeni, de legalább most már, aki megismer, azt az igazi Szabó Kittit ismeri, és nem egy mások által felépített, vagy egy álomvilágban élő lányt. Azt gondolom, hogy aztán utána nagy nehezen sikerült rátalálnom erre az útra, és ezt tudom, hogy az érzelgős részt, de tényleg nektek köszönhetem, és annak, hogy egyébként 2017 végén, ugye 18-ban kezdtem el a csatornámat januárban, 2017 végén bármilyen depresszió és bármilyen kilátástalanságban én megfogtam a kamerát, és azt mondtam, hogy akkor én most öngyógyítok, és elkezdek videókat felvenni saját szórakozásomra, és remélem, hogy majd a többi embernek is tetszeni fog. Az a durva az egészben, hogy ugye most itt vagyok, és most itt Lindaként vagyok jelen, hiszen Lindát játszottam a sorozatban, de most már egyre több ember egyébként a vlogom alapján ismer fel, szóval most egy teljes kettős érzésem van. Most már úgy tudok visszagondolni arra a 3 évre, hogy nincs bennem semmilyen tüske, talán már kérdés sem, hogy ennek vagy annak miért úgy kellett alakulnia, ha bármilyen összejövetel, buli, 25 éves a sorozat, akármi van, vagy találkozom a kollégákkal, mai napig egymás nyakába borulunk bizonyos emberekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy én csak nyertem egyébként a barátok közttel, valószínűleg az egészségügyi problémáimra rátette egy lapáttal, de azok amúgy is előjöttek volna, nyilván egy ilyen felfokozott élethelyzettel hamarabb találkoztam velük, de valószínűleg egy picivel, tehát hogy biztos, hogy előjöttek volna. Úgyhogy én tényleg nagyon köszönöm azt a 3 évet, amit ott tölthettem, és így, hogy vége van a sorozatnak. Igazából nem gondolom azt, hogy nekem ugye most ért véget egy korszak, mert nekem 2012-ben ért véget egy korszak, de az biztos, hogy a magyarországi tévézésben, vagy így az emberek fejében, a barátok közt, az majd most lesz múlt, és ezt nagyon durva megélni, hogy ez a pont is eljött, hogy vége. Úgyhogy mindenkinek, aki ebben a produkcióban részt vett, nagyon sok sikert kívánok az életben. Kívánom, hogy ne éljen meg ekkora völgyeket, inkább csak a hegyeket, és mindenki találja meg aztán utána önmagát is, akár a színészetben, akár másban, teljesen mindegy, hogy miben, de tudod, ahol így becsukódik egy ajtó, ott kinyílik egy másik. Na, ezzel a bölcsességgel szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem, és így elmesélhettem az én történetemet a barátok közttel, ahonnan egyébként mai napig isszuk a kakaót ebben a bögrében, de például rengeteg ilyen csapat összekovácsolós buli és program volt, és egyébként rengeteget buliztunk, és például ez a kötény is az egyik ilyenről van, ami egy ilyen talán tokai csapatépítő volt, tehát mai napig megvan ez a kötény, olykor Martin felveszi bográcsozáshoz, úgyhogy nekem így megvannak ezek a kis erekjék, megvan még a sorszámom, sőt, valahol megvan az a karkötő is, amit tudod, hogy rá dobsz a kezedre, akkor így összepöndörödik ilyen barátok köztös, sőt, még valahol a beléptető kártyám is megvan, és megvan az a fotóalbum is, amit akkor kaptam, amikor ott mindenki elbúcsúztatott engem a stúdióban, úgyhogy még egyszer köszönöm, és nektek is köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha tetszett ez a videó, vagy legalább a régmúlt emlékére, vagy a barátok közt emlékére, vagy ha valaha láttatok is egy részt, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és legyetek jók! Puszi, sziasztok! Fingers and bumper.